Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Fejlődő kerékpáros hálózat a Fertőtó környékén, innovatív foglalkoztatási kezdeményezés Küngösön, vidéken van ilyen település, megnéztem idefele jövet, a Balatonnak az észak-keleti csücskében. Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja csupán néhány fejlesztés azok közül, ami az előttünk álló napokban fejeződik be, vagy éppen indul a jelenlegihez hasonlóan. Csak ezen a héten több mint 500 olyan beruházás indul meg, vagy fejeződik be az országban, amely uniós támogatás nélkül, az új Széchenyi terv támogatása nélkül nem, vagy csak jóval később valósulhatott volna meg. Ez az intenzitás is egyértelműen mutatja, hogy közeledünk a ciklus végéhez, és ahhoz, hogy az Európai Unió 7 éves periódusának a teljes keretösszegét, azt a mintegy 8200 milliárd forintot fel tudjuk használni, nem kell más tennünk, mint a már megnyert fejlesztéseket felgyorsítani és befejezni. Az uniós intézményrendszer jelenlegi legnagyobb feladata, hogy a következő 2,5 évben ezt a folyamatot kontrollálja. Ennek érdekében újabb 20 milliárd forinttal feltöltöttük az önerőalapot, azt az alapot, amelyből nagyon sok önkormányzat önerő hiányából fakadóan eddig meg nem indított fejlesztését tudta ténylegesen fejlődő pályára állítani. És a elmúlt hetekben döntöttünk arról, hogy a következő éves költségvetésben is több 10 milliárd forintos keretösszeggel megjelenik ez a támogatási forma. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a gazdasági válság idején az önkormányzatok többsége saját forrásból csak kivételes esetekben volt képes finanszírozni kulturális, rekreációs vagy éppen hagyományokat ápoló fejlesztéseket. Többek között ezért is történhetett meg, hogy a Bicskei Batthyány kastély és parkja állapotának leromlása ilyen szintre romolhatott. Azért az arborétumé, ahol hazánkban az első között épült angol típusú kert, és virágkorát Batthyány Tódor alatt érte a 19. század elején. Ez a kastély a Batthyányak szelleméhez híven ma is karitatív feladatot teljesít, több mint 80 éve gyermekotthonként működik, és mintegy 90 nehéz sorsú, súlyosan hátrányos helyzetű, közöttük sok árva és félárva gyermek számára jelent menedéket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hazánk műemlék áldománya a 20. század egyik legnagyobb vesztese. A nehezen gyógyítható sebeket, ejtő történelem súlyát a mai napig érezzük környezetünkön. Tisztában vagyunk azzal, hogy a ma emberének feladata és felelőssége ezt a sebet begyógyítani. A leromlott állapotú kastélyok, parkok és műemléki épületek helyreállítása elódázhatatlan feladat. Sok esetben az utolsó órákban járunk, ezért is tartom rendkívül fontosnak, hogy a mai napon az új Széchenyi terv keretében belül kezdődhet meg a 12,5 hektáros történelmi kert tradicionális állapotának visszaállítása. És reményeim szerint 2015-től a kastélypark itt ismét egy igazi, közösségi szintérre válik, zenei estekkel, kulturális és szabadidős programokkal. Ehhez önöknek nem csak sok sikert kívánok, hanem bízom benne, hogy a következő időszakban a kormányzat pénzügyi támogatását is élvezhetik a park, illetve a kastély további fejlesztéseihez.